Köszöntöm Önöket, ez a Tónusok, a Pécs TV megújult kulturális magazinja. Mai adásunkban a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Múltévi sikereiről és eredményeiről beszélgetünk, a Janusz Egyetemi Színház legutóbbi premierjéről, valamint a Sorsunk című Pécsen szerkesztett folyóiratról, és még sok-sok érdekességgel készültünk, tartsanak velünk! Rekordot döntött 2018-ban a látogatók száma a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Programjain. Erről január 17-én számolt be Vince Balázs ügyvezető és Páva Zsolt Pécs polgármestere. Vendégünk a stúdióban Rózsa Zoltán, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Ügyvezető helyettese. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Pécs TV nézőit. Ugye bővítették a családoknak nyújtott szolgáltatásokat, ez miért lehet kiemelt célcsoportja a nagy családos közönség a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nek? A Zsolnai Kultes negyed már a nyitásától kezdve, tehát alapvető koncepciójában is eleve úgy terveződött, hogy egy komplex, széles életkorbeli skálát tudjon lefedni, tehát a nulla éves korosztálytól, ha lehet ilyet mondani, egészen a 99 évesekig szeretnénk mindenkinek olyan élményeket nyújtani, amiben megtalálja maga kedvére valót, és hát ez az idei évben is, vagy pontosabban a tavalyi 2018-as évben is így volt. Egyébként tavaly volt a nagy családosok és a családosok éve. Ez számunkra is még több lehetőséget adott arra, hogy ezt a célközönséget is elérjük. A negyedben alapvetően is vannak olyan helyszínek, amelyek a családosokat igyekeznek kiszolgálni, például a gyerekeket, ilyen a labor, varázstér, vannak varázsóráink, ott van a planetárium. A negyed körül ugye 5,5 hektáros terület, nagyszerű játszótereink vannak, amelyeket évről évre folyamatosan fejlesztünk, vannak fesztiváljaink, amelyek gyerekeknek szólnak, vagy éppen a családosoknak, ilyen a Zsolnai Piknik, vagy a Szamárfű Fesztivál, tehát elég széles skálán tudjuk megközelíteni a, nem csak a pécsieket, de a turistákat is, és az érdeklődőket. Tavaly augusztusban, ugye ez még ráadásul a családosok hónapja is volt, van egy családi csomagunk, amely 4 főre szól, 2 felnőtt és 2 gyerek, de ezt kibővítettük 2 felnőtt és 3 gyerekre, és nem csak egy nap alatt volt felhasználható, hanem ez talán 4 napon keresztül használható volt, tehát így nem kellett egy nap alatt végigrohanni a negyed látványosságait, hanem ezt meg lehetett nézni több napon keresztül is. A természettudományos programok miért lehetnek érdekesek a negyed számára? Ezek nagyon sokszínűek, és szerintem a mai oktatási rendszer mellett nagyon jó, hogyha a gyerekek találkoznak életszerű fizikai jelenségekkel, vagy csillagászati jelenségekkel. Például a varázsóra, amelyet rendezünk, az éppen egy ilyen, ahol akár vicces formában is bemutatunk fizikai kísérleteket, vagy éppen a pizsamaparti, amely szintén a látogatóközpont labor térségében helyezkedik el. Itt a Da Vinci Learning TV-vel együttműködve tervezünk kvázi űrhajós programokat, ahol a gyerekek rálátást kapnak az űrvilágára és a planetáriumnak a különféle előadásaiban is részt vehetnek. Szeptembertől újra látogatható a látványmanufaktúra is, ugye ez is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, de miért érdemes eljönni annak, aki még nem volt? Igen, ez tényleg izgalmas egyébként, mert a kerámia készítésnek nagyon sok fázisa van. Ez igazából szinte a végső fázis elkészítésébe enged bepillantást. Abban a pillanatban, amikor megfestik már magát a kerámiát, és hát utána ez ugye kiégetésre kerül, és nagyon örülünk, hogy újra tudott nyitni ez tavaly ősszel, mert volt egy időszak, ameddig zárva volt, és ez egy különleges attrakciója volt a negyednek, és nagyon sokan keresték is egyébként ezt a látványosságot. És hát most megnyitott, és a látogatóink gyakorlatilag teljes közelségből tudják megtekinteni a kerámia festés folyamatát. Ugye a számadatok szerint egy picit kevesebb programot szerveztek 2018-ban, mint 2017-ben, de ezek Vince Balázs ügyvezető úr úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy ezek talán kicsit értékesebbek is voltak. Ez a minőség és mennyiség kérdése. Tényleg nagyon sok program volt, és mértük ezeket, és figyeltük, hogy melyek azok, amelyekre valós igény van. Tényleg olyanokat már nem szerettünk volna megrendezni, amelyeket az előző évben mondjuk viszonylag idézőjelben kevesen látogattak, legalábbis a mi elképzeléseink szerint kevesen látogattak. Tehát úgy gondoltuk, hogy inkább legyen kevesebb, hatékonyabb programkínálat, de az legyen talán minőségibb is, és ezzel még így is sikerült emelnünk a látogató számot.
És ez látszik, hogy alapvetően milyen programra van igénye az embereknek? Tehát be lehet határolni, hogy mi az, ami biztosan sikeres és népszerű lesz? Ez az egyik legnehezebb ebben a műfajban egyébként, és tényleg én ezen a pályán dolgozom most már lassan 30 éve, és ez mindig egy nagy kérdés. Tehát megszervezünk egy programot, és lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hú, de jó lesz, és nem megy úgy, ahogy szeretnénk. Viszont vannak más programok, amelyekről azt gondoljuk, hogy hát talán, és ami elképesztő sikerrel futnak a programok. Például a Fényfesztivál volt ilyen, amire nem gondoltuk volna, hogy ekkora siker ez, de tényleg olyan szinten jól működik, most már a harmadik alkalommal rendeztük meg az évben, hogy már most hívnak minket, keresnek minket, kérdezik, hogy mikor lesz, hol tudnak szállást foglalni, etc. etc. Tehát, hogy igazából ez egy nagyon jó koncepció lett, és egy nagyon jó fesztivál a város életében. Változnak az igények? Lehet ezt látni, hogy mondjuk néhány évvel korábban másra volt igény, mint most? Teljesen változó, meg ugye javarészt nekünk ugye non-profit KFT-ként működünk, és bevételeket is kell termelni. Tehát nálunk figyelni kell arra rétegre is, aki meg tudja fizetni ezeket a programokat. Van egy része, ugye, ami a küldetése a tevékenységünknek, ahol a közművelési programokat is meg kell jelenítenünk. Ezek általában ingyenes programok, és ezek elég széleskörű érdeklődésre tartanak számot. Ugyanakkor vannak a más típusú programok, amelyek teljesen piaci alapon működnek, tehát nekünk igazából figyelnünk kell arra, hogy ki az a réteg, aki meg tudja fizetni ezeket a produkciókat, és gyakorlatilag az ő igényeiket kiszolgálva is próbáljuk ezeket megtervezni és kitalálni. A 2018-as eredmények tükrében mik a terveik 2019-re? Az idei évet is nagyjából hasonlóra tervezzük, mint az előző évet. Szabadtéri fesztiválok tekintetében igazából nem szeretnénk változtatni. Kodály központban lesz egy-két érdekesebb program, meg vannak még tervezés alatt, amelyekről most nem szeretnék, mert addig ugye nem mondjuk el, amíg nincs aláírt szerződés, most ebben megállapodtunk főnökeimmel és kollégáimmal is, de lesz Aldi Meola koncert például március 15-én, lesz valószínűleg Zorán megint, és jó néhány olyan, amelyet nagyon szeretnek a pécsiek is, amelyekből akár több koncerte valót is lesz Budapest, bár el tudnánk adni, és hát ott lesz a Zsolnai Piknik, a Szamárfő Fesztivál, ugyanúgy a Fényfesztivált szeretnénk az idei évben is lebonyolítani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek nagyon sikeres programok, most ez egy jó recept, tehát nagyon sokat nem szeretnénk ezen változtatni. És ugye ez nyilván látszik, hogy egyre többen látogatnak a Zsolnai negyedbe, de vajon meg lehet-e azt fogalmazni, hogy milyen szerepet tölt ma be a negyed a város kulturális életében? Hát én azt gondolom, hogy nem csak a városéban, hanem a régióéban is, tehát annyira egyedi, és ezt mindenféle túlzás nélkül mondhatom, tehát akik meglátogatják külföldről is, vagy éppen belföldi vendégeink, akiket mondjuk én kísérek, vagy külföldi vendégeket, sokszor azt mondják, hogy tényleg olyan, mintha Svájcban járnának, mert annyira különleges és unikális az egész negyed. Ugye egyfelől egyfajta turisztikai attrakció a kiállításainkkal az egész milliójével, másfelől pedig egy kulturális komplexum is, a Bobita Báb Színházzal, a Pécsi Balettel, az E78-as épületünkkel, a laborral, a varástérrel, tehát olyan sokrétű szolgáltatást nyújt, ami itt régión belül, de országos szinten sem igazán található, hozzámérhető. Tehát egy nagyon unikális és különleges helyszín, nem véletlen lett Hungarikum is néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy mi nagyon szeretjük, és a vendégeket is nagyon sok szeretettel várjuk. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. Először vezényelte vezető karmesterként a Pannon filharmonikusokat Gilbert Varga január 26-án a Kodály központban. A koncert a Könnyed Elegancia címet kapta, nézzünk bele együtt! Január 26-án este mutatkozott be Gilbert Varga, a Pannon Filharmonikusok új vezető karnagya a Kodály központban. A január 1-e óta hivatalosan is a zenekar élén álló karmester Bogányi Tiborral együtt tölti be a posztot. Kinevezésével Magyarországon elsőként a Pannon Filharmonikusoknál valósul meg az, hogy két vezető karmester áll egy zenekar élén. A karnagy igen elégedett a Kodály központ hangzásával. We were very lucky. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy egész héten a Kodály központban próbálhattunk. Beállítottuk a hangzást, és a zenekar hangulatát is meghatározta, hogy egész héten ebben a csodálatos koncertteremben gyakorolhattunk.
magyar származású francia maestro szombaton a Könnyed Elegancia című koncertet vezényelte. A hangversenyen Erik Satie, Szimanovszky és César Franck műveit mutatta be a Pannon Filharmonikusok. A karmester mellett Benjamin Billman, amerikai szólista is első alkalommal vett részt a zenekar munkájában. Cserne Szabó András Pusziból című szövegét színpadra alkalmazta Tóth András Ernő és Zakariás Máté. A Janus Egyetemi Színház legutóbbi premierjére január 25-én került sor. Vendégem a stúdióban Zakariás Máté, az előadás rendezője, a Janus Egyetemi Színház társulatának tagja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Máté, ez ugye Cserne Szabó András szövege alapján készült, amit, ha jól tudom, lehet regényként is, meg novella füzérként is olvasni. Ti hogyan találtatok rá erre a szövegre, és mi fogott meg benne titeket? Ez úgy alakult, hogy azt hiszem, hogy én tavaly kaptam ezt a kötetet egy barátomtól kölcsön, és olvasgattuk otthon, és azt éreztem, hogy ez tök jó alkalom lenne most majd a következő évadban, a színházban bemutatni egy olyan előadás kereteiben, ahol a új játszóknak, sokaknak kell jófajta feladatot adni. És mivel ez egy ilyen novellás füzérről beszélünk, ami igazából ebbe a kötetbe összefűződik sok történet, és nagyon sok szereplő jelenik meg, arra gondoltam, hogyha a Yeses új generációnak ez egy jó bemutatkozási lehetőség, hiszen bármikor választhatnak ők ebből a novellákból, illetve lesz rendes feladatuk, tehát hogy mindenki ki tudja játszani magát. Ami azért bármelyik színdarabnál ez nem feltétlen igaz, tehát hogy itt nincsen főszereplő. Ugye az előadás műfaj a tanulmány előadás, ez ezt jelenti? Tehát igen. Lehetőséget ad az újaknak a bemutatkozásra. Igen, ez úgy alakult, hogy nálunk minden két évente van mindig egy ilyen felvételi, ha úgy vesszük, hogy várjuk az egyetemistákat a színházba, ahova először mondanak egy verset, és akkor találkozunk velük, vagy egy szöveget, vagy bármit, és kialakul egy új generáció, és a Yesnek ez már a 10. generációja, ha úgy vesszük, akik most bemutatkoztak ebben az előadásban. És ilyenkor az az elsődleges szempontunk, hogy készüljön egy, természetesen egy jó előadás, illetve az, hogy meg tudják mutatni saját magukat, találkozzanak egymással, találkozzanak a nézőkkel, a játszók, kialakuljon egy jó csapat, és hogy odaszokjanak a színházba igazából az egyetemisták. Mennyire volt nehéz ezt a szöveget színpadra alkalmazni? Milyen fajta szöveg volt ez? Mennyire volt vele nehézségetek? Hát, ha őszinte lehetek, akkor azt hiszem, hogy nehéz volt. Alapvetően közben meg már az első olvasatra sok novella nagyon adta magát, hogy milyen szituációban lehet ezt értelmezni, de azért ez mégiscsak egy prózai mű, tehát hogy egy narratív maga a igazából a szerkezete, és ezt kellett valahogy értelmezhetően egy színházi nyelvé alakítanunk. De alapvetően azt kértem a színészektől, vagy hát az egyetemistáktól, hogy ők ugyanúgy vegyenek részt ebben a munkában is, tehát hogy először lényegében, mint egy akármilyen másik ilyen nagyon műhely munka tekintetében értelmezhető előadásban, közéjük dobtuk a könyvet, és akkor mindenki válasszon magának, meg gondolkodjon, hogy mit lehet elképzelni, és akkor úgy később alakult úgy, hogy ebből hogyan lehet előadást csinálni. Ugye a történet szerint ez egy ismeretlen város, ahol áll 27 szobor, egy igen, zöld törölköző nevű kocsma, igen, és például a Puszibolt. Mi ez a Puszibolt igazából? Hát ez, hogy őszintén, tehát igazából ez az egész egy városka lakói, egy közösség, és itt van egy Puszibolt, ahol van egy boltos hölgy, és hát igazából túl sok mindent nem akarok erről elmesélni, mert meg lehet nézni, ez a nulladik novella, ha úgy vesszük, vagy aki elolvassa. Van egy Puszibolt, ahova az emberek mindig oda mennek, és kérnek valamit, igazából nyilván, mint ahogy bármelyik hétköznapi ember vásárol valamit, amire szüksége van, vagy ami a boldogságához kell, ebbe a Puszi-boltba járnak az emberek. Ez egy ilyen kis trafikszerűség, és igazából sosincs semmi ott. Viszont az a hölgy, aki Klotild néni, aki ezt a boltot vezeti, ő a legboldogabb ember ebbe a kisvárosba,
valaki úgy fogalmazza meg a novellában, hogy igazából a boldogság maga Clotilde néni, aki utána, hát utána a történetet nem lövöm le, igazából nagyon pici történetszeletek vannak, tehát hogy kiemelhetjük ezt a Pussy Bolt történetet is, és kiemelhetünk akár másik párat, tehát hogy ez az egész várost köti össze, a sok kis novella, és a Pussy Bolt egy ilyen emblematikus mondata ennek, hogy bezárt a Pussy Bolt, akkor végül is honnan kapjuk meg az emberi boldogságot, és ez a boldogságkeresés kérdése az, ami az összes novellát átjárja, ez a fajta boldogságkeresés, ami minden embernél más, máshogy határozható meg, mit jelent a boldogság hiánya, mit okoz, stb. Tehát egy nagyon széles körbe járja körül, a hit kérdését is körbe járja minden embernél máshogy esetleg, vagy körbe járja például ugyanígy a metafizikai dolgokkal való kapcsolódás. Elég abszurd történetek, tehát hogy nagyon nagy ecsettel vannak festve. Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, hogy tulajdonképpen ez arról szólhat, hogy ugye a boldogságot megvásárolnánk, de ez a bolt üres, és hogy tulajdonképpen a boltos nő mégis a legboldogabb. Tehát hogy azért ebben egy nagyon összetett kérdésrendszer van, igen, hogy mennyire megvásárolható a boldogság. Egyébként ez azt gondolom, hogy egy picit talán kapcsolatot ahhoz a fajta modern magányossághoz, ami azért a mai társadalomban nagyon sokakat érinthet. Nem tudom, hogy ez mennyire van benne ebben az előadásban. Van, valószínűleg, illetve hát szerintem mivel a társadalmunkban ez benne van, ezért nyilvánvalóan ebbe a szövegbe is. Azért itt ezek a novellák alapvetően nagyon mindig egy-egy emberről szólnak. És annak az embernek a saját problémájáról, és avval a magányos problémájáról, de itt igazából a kisváros vagy a szerkezete alapján azért mégis kialakul egy ilyen közösség. Egy ilyen kis közösségi érzet, ahol mindenki ismer mindenkit, tudják egymásról, visszaköszönnek a szereplők, hogyha az ember olvassa ezt a kötetet, és egy nagyon jó szerkezetet alkot szerintem a kötet, ezért is volt alkalmas arra, hogy mi ebből tudjunk csinálni egy furcsán egy saját előadást, amiben természetesen az egészet nem tudtuk dramatizálni, hiszen az sokkal hosszabb és bonyolultabb lenne, de erre a tizen pár játszóra ezt a 1 óra 10 perces előadást sikerült összehúznunk. Máté, köszönöm szépen a beszélgetést, és én is nagyon várom, hogy lássam ezt az előadást. Köszönöm. 100 éve halt meg Ady Endre, aki ma is a magyar irodalom egyik megkerülhetetlen alakjának számít. Erre emlékezett rendhagyó versfelolvasó estel a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola. Különleges napot szerveztek a pécsi Cserepka iskolában hétfőn. Ady Endre halálának 100. évfordulóján azt vállalták az egykor társiként ismert iskola tanárai és diákjai, hogy 100 Ady verset olvasnak fel, ezzel emlékezve a múlt század egyik legjelentősebb publicista költőjére. Én a Harc a nagyúrral című verset választottam. Számomra fontos ez a téma, ugye tulajdonképpen a materiális világról szól, a pénznek a szerepéről szól az ember életében, és ez szerintem a mai napig is aktuális. Tehát akkor is aktuális volt, most is aktuális. Megöl a disznófejű nagyő, éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült merettem. Az aranyon ült, az aranyon. A diákok és a tanárok összesen 100 verset választottak. A szervezők csupán egyetlen feltételt szabtak. A felolvasott művekben ne legyen ismétlés. A tanulók jellemzően a költő szerelmes versei közül válogattak. A pedagógusok a közéleti, politikai témájú költeményeket olvasták fel. A rendezvény célja éppen az volt, hogy a művészet kapcsán meginduljon a párbeszéd. Nem csinálunk más, mint amit a humán, klasszikus humán gimnáziumok csinálnak, csak ők a másik oldalról közelítették meg. Tehát a humán tantárgyak mellett egyre fontosabb szerepet adnak a testnevelésnek, mi a testnevelés oldaláról közelítettük, és mi egyre nagyobb szerepet szeretnénk adni a humán tárgyaknak, mert az a törekvés, hogy ne csak jó sportoló gyerekek járnak ebbe az iskolában, jó tanuló és jó sportoló gyerekek. Az egész napos versolvasásba az intézmény testvériskolája, a határon túli Szamosújvári Kemény Zsigmond Gimnázium internetes videókapcsolattal csatlakozott.
Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezik a Pécsi Kulturális Központ kiállítása is, amelynek egyúttal a Magyar Kultúra Napja is apropójául szolgált. Nézzük meg együtt! Váratlanul bukkant arra a színes kiállítási anyagra a Pécsi Kulturális Központ, amelyből Ady Endre halálának 100. évfordulójára nyílt tárlat az intézményben. Ady életének minden területéről, a szerelemről, a hitről, a hazafiságról, tehát minden oldaláról megismerhetjük Adit. Sokak számára ismeretlenek lehetnek azok a fiatalkori fényképek, korabeli okmányok és újságcikkek, amelyek által Ady Endre és kora bemutatkozik a Pécsi Kulturális Központ kiállításán. Ezen a kiállításon minden korszakából látunk egy-egy verset, kéziratokat, kéziratmásolatokat, fotókat, és azt gondolom, hogy nagyon jól megismerhetjük ebből Ady életét. A tárlat egyúttal a Magyar Kultúra Napja előtt is tiszteleg. A magyarság 1000 éves történetéből van miből merítenünk, van mire büszkék legyünk, és azt gondolom, hogy muszáj ezt megmutatnunk az ifjaknak ahhoz, hogy a történetünkkel, a magyarság történetével tisztában legyenek, és magyarság kultúrája azt hiszem egy olyan egész Európában, ami megsüvegelendő. A kiállítás február közepéig látogatható a Pécsi Kulturális Központ Veres Endre utcai épületében. A Sorsunk című Pécsen szerkesztett folyóirat történetéről tartott előadás dr. Tóth Károly irodalomtörténész a Pécsi Művészetek és Irodalomházában a Tüke Akadémia keretében. Őt köszöntöm a stúdióban szeretettel, tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. A Sorsunknak már a névadása is nagyon beszédes. Mi állhat e mögött? Több név is fölmerült a Sorsunk elnevezés előtt. Pécsi Szemre lett volna az egyik, tudjuk, hogy aztán később nem olyan nagyon-nagyon régen szűnt meg, ilyen címmel jelent meg folyóirat. Ezt többen kifogásolták, Vörös Sándor is azt mondta, hogy hát egy kicsit ütősebb cím kellene. A másik pedig a Virrasztó cím lett volna, amit Kodolányi János javasolt. Most a Várkonyi Nándor nevéhez fűződik a Sorsunk cím, összefoglalja mindjárt a Sorsunk első tanulmányában a leglényegesebb kérdéseket, és azt mondja, hogy ez a Sorsunk cím mindazokat a kérdéseket úgy gondolja, magában foglalja, ami a magyar történelem során a magyarságot érintette. Tehát akkor elmondható, hogy ez a folyóirat pécsi, és egyszerre nemzeti is kívánt lenni. Teljes mértékben, igen. 1941 és 48 között jelent meg a Sorsunk. 20. századi magyar történelemnek az egyik legfeszültebb és legfenyegetőbb időszaka, de hát az egész magyar történelemnek is. Na most, hát ebben az időszakban létrehozni egy olyan nagyon színvonalas folyóiratot, mint a Sorsunk, az önmagában is egy óriási teljesítmény volt. Itt ugye egy elképesztő történelmi időszak is, ahogy tanár úr is említette, zajlik 41 és 48 között, és a közreadók személye is változik ugye a Sorsunknál. Ez mennyire hatott a folyóiratra, vagy mi az, amit láthatunk változás benne? A közreadók személye? Igen, tehát hogy arra gondolok, hogy 41-től a Janus Pannonius társaság adta közre, aztán 45-től például az Írói Munkaközösség. Igen. 47-től pedig a Batsányi János társaság, hogyha helyesek az információim. Ez hogyan hatott a folyóiratra? Igen. A Sorsunknak az első időszak 1945-ig tart, és a második időszak, hát 45-től 48-ig a Janus Pannonius társaság áll az első időszaknak a hátterében, és hát azok az emberek, akik a Janus Pannonius társaságot hát alapították, éltették, elsősorban Várkonyi Nándor, aztán Lovász Pál, és hát ők működnek tovább a Sorsunknak a működtetésében és a szerkesztésében, és szervezik meg azt az írói, tudósi gárdát, akik részt vesznek a folyóiratban. És hát a szerkesztők, a Lovász Pál, a Makai Gusztáv, a Vörös Sándor, rendkívül jelentős és sokoldalú munkát végeztek itt.
És hát meg lehet említeni másoknak a nevét is. Csorba Győzői feltétlenül ide tartozik, aki nagyon nagy szerepet játszott már itt is, bár ő nem volt szerkesztő a sorsunknak a működtetésében. Most a Batsányi Társaság, hát annak más volt a szellemisége. Ez már 1945 után történt. A Janus Pannonius Társaság 1945-ben szűnt meg, és hát a Batsányi Társaság a visszanyúlt a 1920-as években, 1927-ben jött létre, és 1930-ig létezett. Hát ami érdekes, hogy 1940 után mindjárt megjelent egy, ha jól emlékszem, a Új-Dunántúli című lapban egy írás, amely a forradalmár költőnek a szerepét méltatta Batsányi János nevével és neve által is. Itt úgy változik meg a 45 utáni interpretációval a Batsányi Társaságnak a értékelése, hogy hát akkor abban az időben az egyetemi autonómia biztosította egyáltalán a létét, mert hát annak idején 1920-as években nem vált volna lehetővé egy ilyen forradalmár költőnek a elfogadása. Ugye ezt lehet tudni, vagy legalábbis olvasni a sorsunkról, hogy a népi írókéhoz kötődött a szellemisége. Ez mennyire helytálló, és mennyire változott, amikor épp a Batsányi Társaság színre lépett? Hát ez hát helytálló is, meg nem is, azt hiszem. Ebben az időben, tehát ezek a világháború idején, 40-es évek elejétől kezdve, hát az ország az élethalál mesdjéjén mozgott és a szakadék szélén tánta, és el kellett dönteni azt, hogy kire lehet itt számítani, és milyen szellemi értékekre lehet támaszkodni. És hát elsősorban Várkonyi Nándor határozta meg ezt az irányt, és valamikor 42-ben beszél arról különösen, hogy hát most elhajoltak a népiek felé, mégpedig azért többek között, ezt részletesen indokolja, tehát többek között azért, mert hát itt vannak a tevékenyebb alkotók, és hát ők tudnak valahogy többet tenni azokban a sorskérdésekben, azoknak a sorskérdéseknek a tekintetében, amelyek a magyarságot akkor érintik, és a jövőjét meghatározzák. A népiek oldalán olyanok álltak, mint a nem pécsi Illyés Gyula, vagy a Kodolányi János főképpen. Úgy gondolom, hogy egyrészt a népieknél ott volt a önállóság, az önazonosság, ugyanakkor az önkritika kérdése is. Az urbánusok pedig picit attól féltek állandóan, hogy a provincializmust kellene elkerülni. Hát Csorba Győző is kifejti ezt több alkalommal a visszaemlékezéseiben, de Vörös Sándor is, és még mások is nyilván, hogy ide sorolhatók voltak. Egy nagyon komoly szellemi teljesítmény következményeképpen jöhet létre a sorsunk, és sokak részéről még azt mondanám inkább, hogy vagy emellett, hogy egy rendkívül erős erkölcsi erő nyilatkozott meg, egy morális erő nyilatkozott meg abban, hogy a legkülönbözőbb nézetek voltak, nagyon sokszor kizárónak látszó ellentétek, de ezek nem érvényesültek, és Várkonyi Nándor arról ír egy alkalommal, hogy hát nem is voltak itt olyan borzasztó dolgok, egy-kettőt lehet említeni, ami hát bizony nagyon súlyos volt, de ezeket sikerült áthidalni és létrehozni egy egységet. Pedig nagyon sok nehéz ügy volt. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Hogyan lesz több időnk olvasni 2019-ben, és mit olvassunk? Ezekre a kérdésekre is választ ígért a Nincs időm olvasni kihívás közönség találkozója, amely először mutatkozott be Pécsett a Tudás Központban január 29-én. Az eseményen részt vett Beck Zoltán, a 30Y frontembere is. Nézzük meg együtt!
Az olvasás népszerűsíti, jó könyveket ajánl, és egyúttal sikeres közösségformáló akcióvá nőtte ki magát a Nincs időm olvasni kihívás, amelyet Szabados Ágnes, az RTL Klub híradósa hozott létre a közösségi média segítségével. Nagyon mentek ezek az Ice Bucket Challenge, meg ilyen olyan kihívás, mondom, akkor mi lenne, hogyha egy ilyen könyves kihívást hoznék létre, amiben tulajdonképpen az a szempont, hogy minden hónapban egyetlen egy könyvet kell elolvasni az általam meghatározott témában, ami egyrészt ad is egy kis teret a kreativitásnak, hogy milyen könyvet választasz. Másrészt van egy közös cél, és azt látom, hogy ez a titok kulcsa, hogy egyébként nagyon szeretik az emberek, hogyha van egy közös cél, egy közös motiváció. A kihívás 2 éve indult, és azóta több mint 13 000 követője van az online térben, ahol hónapról hónapra meg is vitatják az olvasmányélményeket a csoporttagok. Januárban a sport témájában választottak olvasnivalót. Ez már a 25. téma, mert hogy nem is tér vissza téma, tehát én mindig próbálok kreatívkodni és újdonságokat hozni. Volt már, hogy női kortárs szerzőtől kellett olvasni, volt, hogy csak a borító alapján kellett választani, volt, hogy szeretettel kapcsolatban kellett olvasni, vagy olyan is volt, hogy mondjuk egy kicsit nehezítettem, és egy olyan könyvet kellett választani, hogy a szerzője 30 éves kora előtt írt. A kihíváshoz kapcsolódóan az elmúlt év végén egy olvasónapló is megjelent, amelyben mindenki saját olvasmány élményeit vezetheti, és ismert emberek olvasással kapcsolatos gondolataival is találkozhat. A pécsi közönség találkozó vendége Beck Zoltán, a 30Y zenekar frontembere volt, aki egyúttal irodalmár és évek óta a Libri irodalmi díj zsűri tagja. Hogyha megkíséreljük átstruktúrálni a napjainkat, akkor tudunk találni időt azokra a dolgokra, amik egyébként boldogabbá, örömtelibbé teszik a napjainkat, vagy mi magunk egyszerűen jobb kedvre derülünk, szóval hogy ettől nem szabad megrémülni. Bár az olvasás által kitágul előttünk a térbeli és az időbeli horizont is, a kortárs magyar irodalom saját ismerős világunknak is izgalmas módon tart tükröt. Ez is szóba került a beszélgetésen. Ha már Pécset vagyunk, akkor az piszok jó, hogy egy csomó pécsi írót lehet olvasni. Szóval mit tudom, én arra gondolok, hogy mekkora élmény az, hogy bemész egy könyvesboltba, és mondjuk a Havasréti Jóska könyvét veszed meg, vagy a Kis Tibor Noé könyvét vásárolod meg, vagy a Milbaher Robi könyvét veszed le a polcról, és sorolhatnám, szóval, hogy ez a fajta élmény, ez piszok jó. A Nincs időm olvasni kihívás közönség találkozóira eddig csak Budapesten kerül sor. Pécs a vidéki városok között az egyik elsőként látta vendégül az eseményt a Tudásközpont konferencia termében. Ez volt már a Tónusok, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!